Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! Jól teljesítettek a Tolna megyei diákok, jutalmazták a 31. Zrínyi Ilona Tolna megyei matematika verseny legeredményesebb diákjait és felkészítő tanáraikat a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium atlétikai centrumban szervezett díjátadóján. Tolna megyében 6 város 7 iskolájában zajlott a megyei forduló 952 résztvevővel. 76 eredményesen szereplő diákot, valamint felkészítő tanáraikat jutalmazták a hét elején szervezett díjátadón a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium atlétikai centrumában. A matematikában tehetséges gyermekekért alapítvány szervezte idén is a Zrínyi Ilona területi matematika versenyt. A versenyt teszt formájában bonyolították be, és az első fordulóban 56 ezernél is több diák oldotta meg a feladatokat. Ebből 14 ezer fő volt határon túli. Tolna megyében 6 város 7 iskolájában tartottak megyei fordulót 952 részvevővel. Számos diák szüleivel érkezett a 31. Zrínyi Ilona Tolna megyei matematika verseny eredményhirdetésére. Köztük több olyan diák is van, akik rendszeresen részt vesznek a versenyen, mert szeretik a matematikát és összemérni tudásukat társaikéval. Ilyen a tavaly országos döntőben 5. helyezést elérő, és idén a 9-esek között megyei első Szanyi Attila. Ebből csak megyei forduló volt, de lesz országos, azon is voltam már többször, és azért a különbség észrevehető, tehát sokkal nehezebb szintű feladatok vannak ott. És a pontomnak, tehát most egy pontot, annak csak a 2/3-át tudom elérni nagyjából országosan. Ugye ebben 30 feladat van, feladatválasztósak, mindegyikre van 5 lehetőség, és egyet ki kell választani. És a nehézségnek a szintje növekszik, tehát az első feladat az ilyen nem óvodás szintű, de a 30-dik az már messze nagyon nehéz, és csak a legjobbat tudják megcsinálni. Ugyancsak több éve vesz részt matematika versenyeken Rács Zsóka, aki idén a 10-esek között lett első. Elmondása alapján villamosmérnök akar lenni, mivel testvére is hasonló szakterületet tanul az egyetemen, és tőle látva megtetszett neki is ez a szakág. 113 pontom lett. Figyelmetlenség miatt is elég sokat hibáztam sajnos, és 150 pont volt a maximum. Hát elég sok matek versenyre járok. Jelenleg a Szorony Dániel matek verseny eredményét várom, de valószínűleg tovább fogok jutni. A logikai gondolkozás és a rendszeres gyakorlás volt, ami hozzásegítette a szakgimnáziumi kategórián belül a megyei első hely elnyeréséhez Bálint Edina bonyhádi diákot. Igazából a felkészülés az nem volt nehéz, mint a feladatlapokat kaptunk, és a tanárnő azt mondta, hogy önállóan csináljuk meg leginkább, mivel ugye itt tudjuk meg, hogy mire vagyunk képesek, és hogyha volt olyan feladat, amit esetleg nem értettünk, akkor azt megmutattuk neki, és megpróbált elmagyarázni, mivel ugye minden évben körülbelül egy hasonló feladatok vannak benne. A más versenyekre is megyek, úgyhogy nem mindenre van időm, de azért szerintem jövőre is jelentkezek talán. A tanulók felkészítésére az idei tanévben órakeretet nem kaptak a tanárok, ezért a pedagógusok szabad idejükben, ahogy mondják, önszorgalomból gyakoroltak a diákokkal. Hiába a matematika verseny, a szövegértelmezés az egyik legfontosabb, a nagydorogi tanárnő szerint, aki a diákok felkészítéséért díjban részesült Bonyhádon. 40 tanulóval vettünk részt idén a versenyen, úgyhogy azt mondhatom, hogy évről évre egyre több diákot tudunk a matematika iránt felkelteni az érdeklődésüket, úgyhogy egyre nagyobb kedvel vesznek részt, és azt mondhatom, hogy nagyon sikeresen zárhatjuk ezt a tanévet. 3 tanulónkat hívták meg az eredményhirdetésre, úgyhogy egy 6., egy 3. és egy 2. helyen lettünk gazdagabbak. Több versenyre készülünk folyamatosan, tehát próbálunk minél több matematika versenyen részt venni, és ezért nem feltétlenül mindig célirányosan egy versenyre készülünk, hanem minél többféle típusú feladatot megnézni, témakörökre bontva hasonló típusú feladatokat nézünk, és próbáljuk a közösen megoldani a feladatokat. Tehát kiadom a feladatot, hagyok időt gondolkodni a gyerkőcöknek, és utána megbeszéljük, hogy ki az, akinek van ötlete, végigbeszéljük, mire kell figyelni, ha egy kifejtős típusú feladat megoldást kell csinálni, hogy írom le akkor, mire figyelek, hogyha tesztversenyen veszek részt, hogyan lehet gyorsabban haladni, ilyen stratégiákat próbálunk megbeszélni, és minél több feladat megoldást
elvégezni, minél nagyobb rutint szerezni. Én matematika tanárként is mindig azt mondom, hogy az olvasás a legfontosabb, mert igazából annélkül sajnos egyetlen egy matematika versenyen sem lehet eredményes egy diákunk sem, hogy biztos szövegértéssel rendelkezzen. Tehát az az első és legfontosabb, emellé jön a jó számolási készség, jó logikai készség, a talpraesettség, gyakorlatias gondolkodás nagyon sokszor segít. Fontos az utódnemzedék kinevelése, az itthonmaradás elősegítése, Szabó Tibor alpolgármester szerint, mert egy város csak így tudja megőrizni folyamatos fejlődését minden területen helytálló fiatalok révén. Hát annak idején, amikor én még itt a Bonyhádi Petőfi Sándor gimnáziumban jártam, akkor is országos hírű volt a matematika oktatásban. Azt hiszem, és úgy látom, hogy egyéb intézményeikben is hasonló a helyzet. Hát igazából nagyon fontos, hogy a diákjaink sikereket érjenek el matematikában, de nem csak matematikában amúgy, hanem az összes többi tárgyban is. Hát kiművelt emberfőkre van szükség Bonyhádnak. A legfontosabb a matematika tudásának átadásán kívül az a lelki támogatás, amit a tanárok ilyenkor adnak a csemetéknek, mert enélkül azt hiszem, hogy nem tudnának komoly eredményeket elérni. Ebben is kiválóak voltak a tanárok, és a felkészítő tanárok többek közt, hát természetesen arra vagyok a legbüszébb, hogy a bonyhádiak is helytáltak. Megye számos területéről, Szekszárdról, Tamásiból, akár még Madocsáról is, Dombóvárról, hogy ne felejtsük őket se ki, jöttek a diákok, büszke vagyok rájuk, nagyon, nagyon szép eredményeket értek el, és nagyon bízom benne, hogy az országos döntőben is majd megállják a helyüket. A továbbjutók 2020 április közepén mérik össze tudásukat az országos döntő során. Horváth Pál restaurátor Papír a képes lapon című kiállítását nyitották meg Bonyhádon a Völgységi Múzeumban. Egy különleges és először ritkának gondolt téma jelenik meg 380 képes lapon, de a gyűjtőnek már több mint 2000 darabja van. Most csoportosítva, 20-asával bekeretezve azokat hozta el, amelyek a legtöbb ember életében is fontos szerepet játszó alterületeket mutatnak be, például család, vallás, állatok. Munkájából adódóan és egy véletlennek köszönhetően kezdett el képeslapokat gyűjteni a már 45 éve restaurátorként dolgozó Horváth Pál. Bonyhádon a Völgységi Múzeumban nyílt kiállítása Papír a képeslapon címmel. Mindig valamit gyűjtöttem. Az hosszú lenne elmondani, hogy most miért pont a képeslapok, de mindesetre azt át kellett gondolni. Először is azt hittem, hogy ebből a témából kevés van, tehát ott nem kell vele sokat foglalkozni, és majd ahogy adódik, akkor lesznek ilyenek. A másik az volt, hogy én nem gyűjtetek olyat, ami a könyvtárgyűjtő körébe tartozik tulajdonképpen, szóval ez nagyon furcsa lenne. Na most ez nem tartozik a könyvtári gyűjtőkörbe, ezt a témát nem gyűjti a könyvtár. Ez egy ilyen jó szórakozás, tehát ez egy véletlen alkalom volt, hogy egy alkalommal nem pontosan ilyen formában, de meg kellett csinálni. Akkor az is egy véletlen volt, mikor visszakaptam a képeket, akkor a könyvtár egyik hosszú folyosóján, ahol egyébként tantermek vannak, tehát a könyvtártani, módszertani központnak a tantermei, az olyan üres és sivárnak tűnt, hogy fölakasztottam. És akkor onnan kezdve mindenki jött, hogy jaj, milyen érdekes, meg ez a tiéd, meg nem is tudtam, hogy te ezt gyűjtöd. Sőt, előtte is kaptam a kollégáktól ilyen lapokat, tehát ez nem csak az én gyűjteményem, hanem ezt küldik nekem külföldről, születés névnapra ilyen lapokat kapok, hogy hát, ha nincs még meg. Most itt megjegyzem, hogy most már olyan 2000 van körülbelül. Mint minden tárgynak története van, úgy a kiállítóhoz jutó ajándékba kapott, vagy saját maga által megvásárolt képeslapok mindegyikéről tudna mesélni, hogy hogyan készült, mit ábrázol, és milyen jelentést hordoz az utókornak. Hát tulajdonképpen ezek a lapok valamilyen szinten elég értékesek is. Tehát itt a képeslap kezdetétől is vannak lapok. Tehát van olyan, ami litográfia, tehát századfordulón így készítették, ezeket külön értékesnek tartják a gyűjtők. Vagy vannak még korábbiak, amik, hát ezek fényképek tulajdonképpen, de kézzel van színezve. A képeslap kiadás hajnala volt, vagy a fénykor, amikor mindenki képeslapot gyűjtött. Tehát albumokba,
gyűjtötték kislányok, gyerekek, fiatal nők, és hát ez egy óriási dolog volt akkor. Most már jószerivel nem is levelezünk, tehát leáldozik ennek a műfajnak. A olvasás szerintem egy rendkívül jó téma, tehát rengeteg mindent ki lehet ebből bányászni. Tehát azt veszem, szeretem azokat a lapokat, ahol hát a könyv formája, tehát ugye az is változott. Jó, hogy mit tudom, nem tekers, de ugye jellemző, tehát meglátok egy könyvet, hát akkor jó eséllyel meg tudom mondani, hogy ez tulajdonképpen most valami keleti, vagy honnan száll, vagy milyen korú például. Tehát nagyon érdekes könyvformák vannak. Vagy az a millió, ahol olvasnak. Tehát az egy külön érdekesség, hogy vannak olyan lapok, mondjuk ezek is inkább fényképek, hogy ül valaki a szobában és olvas, de a háttérben ott van az újonnan megvett kékes televízió, vagy neki támaszkodik valaki egy autónak és olvas. Mert gondolták, hogy ez olyan cseles dolog, hogy megmutatjuk, hogy autónk is van, és a papa még szereti a népsportot is olvasgatni. Az akár kézzel festett vagy fényképezett képeslapok mindegyikében az olvasás megjelenítése a közös elem. A gyűjtő szerint az olvasás mindenkorban, a jelenkorban is megjelenik az emberek életében. Mivel az olvasásnak köszönhetően jutunk információhoz, tartjuk a kapcsolatot rokonokkal, ismerősökkel. Mivel számos képeslap fénykép alapú, a tárlat kielégészült a múzeum fényképezőgép gyűjteményével, illetve egy 18. századi restaurált lemezjátszó is helyet kapott. Mindez összhangban volt a képeslapokon megjelent kor sajátosságaival. Mi a gyűjtőköré leírás ennek az egésznek? Olvasson, de csak könyvet olvasson. Kottát, levelet, pénzt, ilyeneket nem. A levélolvasás az teljesen más. A kotta, én nem tudok kottát olvasni, a pénzem meg nincs. Vagy épp csak annyi, hogy ezt tudom finanszírozni. De borzasztóan tetszik, vagy közben találtam rá erre, hogy amikor tehát amatőr fényképekről van szó, amik néha nagyon profik, mert nem mindegyik beállított, egy elkapott pillanat. De hoztam a táskámban van, mert tehát ez lett volna a 20. ilyen tábla, csak mondom, nem fért el a folyoson. Abban olyan amatőr képek vannak, akár a frontról, a lövészárokban olvas, kórházból, lakásból. Valaki lekapja, valami nagy rumli lehetett, vagy talán festik a lakást, és kint ül a kislány a kuka mellett, sithalom és minden, és ott kuporog a kis lépcsőn, és olvas egy könyvet. A Dunaújvárosi Papírmúzeum igazgatója Horváth Pál képeslaptárlatát úgy jellemezte, hogy látványos, komoly ismeretterjesztő jellege mellett szórakoztató, a humor is megjelenik egy-egy képeslapon. A gyűjtő által kiválasztott 17 témakör fejezet címei, mint például az ismerkedés, hölgyek, urak, katonák, gyerekek, családi körben, mindegyike az emberi létben is fontos szerepet játszó alterületeket mutat. A címválasztásból is sok kiderült, hogy Horváth Pál átfogó képet kíván nyújtani a papírral, az olvasással, a könyvekkel kapcsolatos témákból begyűjtött közel 100 évet felülelő képeslapokkal. A 20 éve gyűjtött képeslap kollekciót az utókorra gondolva az Országos Széchenyi Könyvtár kis nyomtatványtárának adományozta a nyugdíjazáskor a kiállító. A tárlat júniusig látogatható Bonyhádon. Nőnapjátékkal, szép ünnepi beszéddel, no és egy a gyengébb és szebbik nem által kedvelt, nem szokványos hangszeren játszó előadó művésszel. Így köszöntöttek több mint 200 megjelent hölgyet a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Házban 2020. március 8-án. Hülbesúgos játékkal hangolta a műsorvezető a Bonyhádi Nőnap résztvevőit az előttük álló meglepetésekre, eseményre. Egy közmondást adtak tovább az egyik széksorban helyet foglaló hölgyek, és balról jobbra haladva az utolsó széken ülő hölgy elmondta az eredeti szöveget. Miszerint a bonyhádi hölgyek nem pletykásak, és mindig igazat mondanak. Így legyen. Ilyen felvezető után jött az ünnepség komoly része, az alpolgármesteri nőnapi köszöntő. Nagyon jól ismerem a fájdalmat, sokszor és sok formában találkoztam vele. De a szülés fájdalmát soha nem fogom átélni, így teljesen megérteni sem tudom. Nem ismerem a félelmet sem, amivel önök ilyenkor szembenéznek életük során talán többször is. Mert férfiként mindennek csak szemlélője lehetek.
Nem ismerem azt a kötődést, ami egy édesanya és gyermeke között egész életen át tart a fogantatás óta. Bár képes vagyok adni figyelmet és őszinte szeretetet, de az élet vonalának ilyen tiszta folytonossága köztem és egy gyermek között soha nem lehetséges. A nagy taps az ünnepi beszédnek és már az ünnepi fellépőnek Szabó Ádám harmonika művésznek is szólt. Természetesen barátnőmet is kora reggel már felköszöntöttem, mondtam neki boldog napot, vettem egy szép csokor orhideát, nagyon-nagyon örült neki, jól esett neki, és természetesen a anyukámat, testvéremet, a öcsémnek barátnőjét is, és a húgomat is felköszöntöttem, nekik is vettem virágot, meg nagymamámnak is, tehát igyekszem én is ezt a hagyományt ápolni, és mindenkit úgy kielégíteni, hogy tényleg a nőnaphoz tényleg jó stimmeljen. Filmzenék, világhírű slágerek harmonikás interpretációjával lepte meg a bonyhádi hölgyeket az országos zenei vetélkedőkön évekkel ezelőtt berobbant Szabó Ádám. A dalokat is próbálom úgy összeválogatni, hogy a hölgyeknek is legyen természetesen olyan dal, ami talán egy kicsit az ő szívükhöz közelebb áll, kicsit romantikusabb dal, lesz ma ilyen, de azért igyekszem tényleg a saját bevált műsoromat is előadni nekik, amiket ugye eddig szerettek az emberek, de nőnap alkalmából természetesen lesz olyan dal, ami csak a nőknek szól. Tekintettel az előadó népszerűségére, a közönség reakciójára, nem lenne meglepetés, ha Szabó Ádám újra fellépne már valamelyik nyári fesztiválon Bonyhádon. Nagy gólhelyzetek nélkül, de változatos, a megyei első osztály szintjén színvonalas találkozó volt a nyitóforduló slágermérkőzése, a Majos-Bonyhád-Tolna megyei El Clasico. A két gól a hajrában esett, s a döntetlen abszolút igazságosnak mondható, miután a helyzet változatlan, a Majos maradt az élen a második forduló előtt. Változatos mezőnyjáték alakult ki mindjárt a mérkőzés elején. A pirosmezes vendég Bonyhád többet birtokolt a labdát, igazi gólhelyzetet nem tudott az első játékrészben kialakítani Steinbach Gergő kapuja előtt. A hazai zöldek nem kényszerültek úgy védekezésre, bekkelésre, mint az őszi bonyhádi mérkőzésen. Gyors kontráikban épp úgy benne volt a gólveszély, mint a bonyhádi akciókban. A közvetlen védelmek, a pontrugások, szélekre történő beíveléseket követően kialakult veszélyes szituációkban mindkét oldalon olykor önfeláldozóan egymást segítve jól romboltak, és a kapusokra is lehetett számítani vészhelyzetekben. A félidő derekán a Majos állt közelebb a gólhoz, Hegedűs 25 méterről elvégzett szabadrúgása a felső kapufa érintésével hagyta el a játékteret. A második félidőben minden ott folytatódott, ahogy az első félidőben abban maradt. A Bonyhád kombinatív futballjával tudott olykor dominálni, míg a zöldek 2-3 húzásos kontráikból adottak közeli, vagy éppen távoli kisebb gólszerzési lehetőségek. Már úgy tűnt, hogy a két csapat őszi bonyhádi találkozójához hasonlóan 0-0-ás eldöntetlent hoz a tavasz nyitófordulójában a völcségi El Clasico, ám az utolsó 10 perc elején kétszer is megzörrent a háló. A 84. percben egy nem túl veszélyesnek ígérkező majosi támadás végén Petrovic középre emelésénél tétovázott a két bonyhádi belső védő, Szlama és Máté, Bognár lecsapott a szabadlabdára az 5,5-esnél, majd estében Lizákhoz továbbított, a csatár
Cseles mozdulatok után továbbított a bonyhádi kapuba 1-0 a Majosnak. Nem sokáig örülhettek a fontos győzelemmel és 3 ponttal kecsegtető gólnak a majosi játékosok és szurkolói. Rá egy persze ugyanis egyenlítette a Bonyhád. Wirth szép cselekkel játszotta magát tisztára, a 16-oshoz érve szöktette Pap Rolandot, a végig veszélyes csatár kisodródva is remek rúgó technikával óriási gólt lőtt a felső sarokba. 1-1. Volt vissza még bő 5 perc, mindkét csapat győzelemre játszott, de az eredmény már nem változott. Bonyhád Majos az idényitón. 1-1. Sok kontrát elbénáztunk. Szerintem 3-3 meghatározó játékos hiányzott a kezdőből, ahhoz képest ez az eredmény elég jó. Bár így, hogy a vége előtt 5 perccel vezettünk 1-0, így igen, így fájó a döntetlen, de ha összességében nézzük, akkor tényleg igazságos volt. A majosi támadójáték meghatározója önkritikázis gyakorolt amiatt, hogy a klasszikon nem tudott gólt szerezni. Én is sokat hibáztam a kulcspasszoknál, lehetett volna 2-3 helyzetünk, gólpassz is gól is lehetett volna. Elfáradtam az utolsó 20 percre, az, az igazság, de ez jött ki. Tihanyvári László nem volt szomorú az elmaradt győzelem miatt, tartalékosnak mondható csapata összteljesítménye láttán. Teljesen alkalmi védelemmel álltunk össze. A Vituskát visszavittem, ugye azért a támadó jobb oldali emberfogóba, illetve a bal oldali emberfogóba, Jenőt vittem át jobb oldalra. Fölgyorsítottam védelmünket, is láttam a Bonyhádot. Múlt héten a Pelc ellen hibátlanul játszottak. Tehát olyan játékot produkáltak, abban biztos, hogy azért 7 nap alatt nem megyei szinten, nemzetközi szinten se lehet kétszer ilyen jó játszani. Én azt gondolom, az első fél több lehetőségünk volt sajnos. Pont az utolsó passzok vagy gyenge volt, vagy elhalt, vagy lelassult a mélyebb talajon. Ezért nem tudtunk semmit kitalálni elől. A másik fél ott a 70. perc táján úgy gondolom elfogytunk, főleg elől. Külön Rolandnak is voltak a kezdőcsapatban esélyes hiányzói. A döntetlennel így nem volt elégedetlen, de csapata játékával kapcsolatosan volt hiányérzete jócskán. Nem azt a játékot tudtuk játszani, amit szerettünk volna. Gyengék voltunk. A játékban elsősorban? Sok hiba volt, tehát sok hiba volt, ez nyilván a remélem, hogy az idény elejé formának tekinthető be. A pályatalaja sem volt arra alkalmas egyébként, hogy olyan nagy dolgokat csináljunk, de ehhez képest is sokat hibáztunk. Úgyhogy X-es meccs volt a végén, ugye megszerezték a vezetést, és akkor nekünk kell örülni, ilyenkor a végén tudtunk egyenlíteni. Maradt a pont egyenlőség a pillanatnyilag első és második Bonyhád között, így minden hétvégének, minden fordulónak egészen május végéig jelentősége lesz a két csapat külön harcában várhatóan a bajnoki címért. De ebbe még van, lehet bizony beleszólása a Bártaszéknek és a Dombovárnak mindenképpen. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!